A szerbiai sportolókat a londoni utazás előtt Tomislav Nikolić államfő fogadta. Az ország zászlaját ünnepélyesen átnyújtotta Vlade Divacnak, az olimpiai bizottság elnökének. Znate da je to već sada veliki uspeh ispuniti normu, a ja bih volio da nas obradujete kao i ranije i da nam doneste te medalje dragocene. Prvo, najbolji ste u Srbiji, bolji ste od mnogih u svetu, aj pokažite na tom takmičenju. Vlade Divac volt kosárlabdázó sportlegenda, minden olimpikonnak egy páncsit lucfenyőt ábrázoló amulettet nyújtott át. Ez az örökzöld gyönyörű és magasan felfelé ívelő, kitűnik a többi közül, mint a sportolók. Drági olimpíci, nekem ova majlija donese sreću i uspeh i neka uvek vas poseća na odakle potičete. Neka vas poseća na sve ljude u vašoj zemlji koji se raduju svakom vašem uspehu i koji zajedno sa vama proživljavaju svaki meč. Múlt héten az ország férfi vízilabda válogatottja Szabadkán járt és győzedelmeskedett az olasz csapat elleni felkészülő mérkőzésen. S velikim entuzijazmom odlazimo tamo i ono što je Pančevačko morika u prirodi smatram da smo mi to u sportu. I iskreno se nadam, da će se ispuniti san svakog od nas. A magyar vízilabda válogatott eddig 9 ötkarikás arannyal büszkélkedhet, ezzel a magyar csapatsportok közül a legeredményesebb. Kemény Dénes szövetségi kapitány az utóbbi 3 olimpián vezette a válogatottat, mindháromszor aranyérmet szerzett. A rajtot jelentő vasárnapi szerbek elleni csoportnyitó rangadót a címvédő kellő derülátással várja. Csak az arannyal lennék elégedett, nyilatkozta Kemény Dénes. A csapat azzal a szándékkal indul, hogy megőrizze titulusát, és ezzel megszakítás nélkül negyedszer is győztes legyen. A 115 szerbiai résztvevő között 7 vajdasági magyar versenyző neve szerepel, Kasza Gábor kerékpározó, Szilágyi Csaba úszó, valamint az 5 kajakos, Horvát Panda Antónia, Kubik Renáta, Nagy Antónia, Tibor Márta és Holpert Ervin vesz részt az ötkarikás játékokon, míg az Adai Sterbik Árpád a spanyol kézilabda válogatott tagjaként szerepel majd Londonban.